Nagy szeretettel köszöntjük a kedves nézőket, VNTV-t vagy Villanatúra televíziót. Láthatnak ezen belül is az FAQ felelősségvállásunk, koeficiens vagy felelősségvállási mértéke című adásorozatunkat. Dr. Ébert Jenővel beszélgettünk a stúdióban, ismételten ezt kell mondanom, most már legalább ötször voltál nálunk vendégként, és mindig nagy megtiszteltetés, mikor ellátogatsz hozzánk. Aki most lát először Dr. Ébert Jenővel filmet, azért azt kell tudni Jenőről, hogy egy elismert orvos, óriási nagy életúttal, tapasztalattal, és szívvel, lélekkel próbálja az oltások, kötelező oltások szabadon választhatóságát, hogyha egy mondattal tudnám ezt így összefoglalni Magyarországon, hogy valamiféle változás legyen abban, hogy ne a hatalom diktálja azt, hogy én mikor legyek beoltva, mikor nem. A legnagyobb kincsemet, a gyerekemet így tárcán kell felkínálnom, és ma tulajdonképpen arról fogunk beszélni, hogy a kötelező oltásoknak esetlegesen milyen módon lehetnek óriási problémái és mellékhatásai. Nagy szeretettel üdvözöllek, és igazából ma egy könyvet is hoztál nekünk, csapjunk mindjárt a közepébe, hogy egy előadáson találkoztunk decemberben, és ott én tárgyanyi szemekkel hallgattam ezeket az új információkat, amiket most átadunk a kedves nézőknek. Hát először is köszönöm, hogy meghívtál, István. Mindig szívesen jövök hozzád, mert itt legalább nálad el tudom mondani az, ami a szívem csücske. És az oltások tényleg az én szívem csücske, mert ezzel foglalkozom most már 29 és fél éve. Tulajdonképpen azóta, mióta a második lányom a feleségem pocakjába volt, és akkor el kellett, hogy döntsük, ha megszületik a gyerek, hogy oltsunk-e, hogy ne oltsunk. És amikor hazatértem Magyarországra 2011-ben, akkor én megdöbbenéssel vettem észre, hogy itt kötelezőek az oltások. Mert Németországban, német nyelvterületen és Angliában nincsenek kötelező oltások, hanem ajánlott oltások vannak. Természetesen ott is olyan 90%-ban beoltatják maguk az emberek, vagy a gyerekeiket, de nem kötelező, és ez a drákói szigor, amit Magyarországon van, ez az én számomra teljesen idegen volt. És azért, mert ilyen idegen volt, először a Ne Bántsd Virág Egyesülethez léptem be, és 2013-ban pedig kolléganőmmel, a dr. Kürti Katalinnal megalapítottuk itt Budapesten a Beszéljünk az oltásokról nevű mozgalmat, aminek a honlapja az a választható-oltas.hu. Itt ezen a honlapon nagyon-nagyon sok hasznos információ található, ami a döntést elősegítené, illetve mi azért lépünk fel, hogy ezek az oltások, amik itt kötelezőek, ne legyenek kötelezőek, hanem választhatóak le. Többször hangzott el az előadásod környezetében ez a szó, hogy oltás diktatúra. Ugye látjuk, hogy azért itt az elmúlt 70 évben elég komoly dolgok változtak, de a rendszerváltás után azt vártuk volna, hogy nyugati mintára ezek hasonlóképpen oldódjanak, mert szerintem egy német egészségügyi miniszter legalább olyan felelősséggel fel tudja ezt mérni, hogy ha 90% úgyis a biztonsága miatt ugye, tudatilag úgy gondolja, hogy akkor van biztonságban van oltva, hogy aki másképp gondolkodik, az teljesen már meg, hogy ne oltassa a gyerekét, mert hogy 40% átoltottság fölött igazából nincsen veszélye annak, hogy a nem oltott gyerek esetleg befertőzze azt a gyereket, aki be van oltva. Tehát mindig ez a vész, hogy ha nem oltatom be a gyereket, akkor nem vihetem be az iskolába. De hát bocsánat, tehát ha a többi mind be van oltva, az én be nem oltott gyerekem milyen módon veszélyezteti azt a másik gyereket? Na hát ez egy nagyon komplikált dolog, erről órákon keresztül tudnánk beszélgetni és diskutálni, tehát vitatkozni, de ez nézet és vezetőség kérdése. Németországban van egy olyan szabadság, ami még Magyarországon sajnos nincsen. Tehát ez a diktatúra, ez az oltási diktatúra, ez tényleg itt létezik, és a volt szocialista államok nagy részében. Viszont az előbb hallottam tőled, de erről inkább te mondjál valamit, hogy Oroszországban már nincsen kötelező oltás, mert ott is felismerték, hogy ezek szerint nem szükséges, vagy nem
lehet kötelezővé tenni. Megvizsgálták nagyon sok oltásnak a mellékhatását, amiről ma itt fogunk beszélgetni, és úgy döntöttek, hogy ez a népesség szempontjából nem igazán üdvös, hogy finoman fogalmazzak, és ugyanattól az amerikai gyógyszerkoncerntől vásárolták ezeket az oltás alapanyagokat, amik úgy szintén nálunk is elérhetőek, amiből egészségügyi probléma van. Mielőtt rákérnénk konkrét esetre, amiért itt vagyunk, azt érdekes azért, amit felvetettél, hogy a hatalom. A hatalom folyamatosan korlátokat ad az emberek köré, mert ez is fajta korlát, az én szabadságjogomnak a korlátozás, hogy nem dönthetek igazából semmiben. Viszont a hatalomnak kellene olyan módon korlátok, hogy legalább alkotmányos jogunk legyen, ha már alaptörvényünk van és nincs alkotmányunk, hogy a diszkurzusra rá lehessen kényszeríteni a hatóságokat, és hogyha szakmai vitában eldőlne az, hogy egy-két dolog állítás, amiket ők felhasználnak, az nem valós, akkor ezek alapján hajlandók lennének megváltoztatni a véleményüket, illetve ezeket a törvényeket. Ha arról beszélnék kicsit, hogy Németországban erre milyen lehetőség van arra, hogy szakmai beszélgetésben föltehessék kérdéseket egy szakhatóságnak, és milyen lehetőség van arra, hogy Magyarországon egy szakmailag tökéletesen bizonyítható dolgot interpretáljál nekik, és hogy változzanak a dolgok. Tehát ilyen módon a diktatúra kérdését közelítsük meg, hogy a hatalom milyen módon hajlandó például oltáskérdésben vagy konzultálni a lakossággal, az emberek érdekeivel. Hát a német egészségügyi szituáció és a magyar egészségügyi szituáció nem sokban különbözik. Talán annyiban, hogy az évente egyszer megrendeződő oltási napokon, úgynevezett védőoltási napokon, én ezt a szót nem nagyon szeretem, mert ez a védőoltás, ez már belé implikálja, hogy ez a dolog, az oltás az véd, amit én megkérdőjeleznék. Tehát minden esetben Németországban, ha van egy ilyen védőoltási nap, akkor ott fel lehet tenni a különböző professzoroknak, akik az egyetemi gyerekklinikáról vagy az oltási bizottságból jönnek, fel lehetne tenni kérdéseket, és ha sikerül, akkor kapunk is rá kérdéseket. Csak az az eddigi tapasztalatunk, hogy a kritikus kérdésekre nem tudnak felelni. Ez Németország. Magyarországon meg az van, hogy sajnos nincsen semmiféle dialógus. Az oltást ajánlóak, szeretném az ANTS-t itt megszólítani, tulajdonképpen semmibe vesznek bennünket, és nem ülnek le velünk beszélgetni. Mi nagyon szeretnénk egy körasztalt szervezni, amiben mindenkit meghívnák, aki az oltásokért lépsíkre, és azokat is, akik ezt a fellépést kritikusan látják. Tehát mindannyiunk szerepe tulajdonképpen abban áll, hogy a legjobbat hozzuk ki a magyar gyerekek számára. De ennek a lehetősége szakmai vonalon egyáltalán Magyarországon nem létezik. Elég sok családról tudok, akik elvándoroltak az országból olyan helyekre, hogy szabadon választható az oltás, de nagyon sok család ezt nem tudja megtenni az anyagi körülményei miatt, és hogyha nem oltat, akkor mindenféle csúnya eszközökkel kényszerítik őket rá. Ugyanakkor a hozzánk érkező migránsok, mert ugye azért elég sok van ebben az országban, ő rájuk semmiféle ilyen kötelező oltási kötelezettség nem hárul, ugyanakkor látjuk, hogy milyen fertőzések indulnak el, járványok indulnak el az országban, amik már nagyon régóta nem voltak. De ez most egy másik vágány, erre igen, most ne térjünk rá. Tehát valamilyen módon nem csak ebbe a témakörben, tehát ha devizahiteleseket gondoljuk végig bármi, a hatalom igazából nem áll szóba a népfelséggel, akinek egyébként az érdekét kéne védeni, és nem hatalmaskodni felettük. Amiért ma itt vagyunk konkrétan, az a könyv, amit itt elhoztál nekünk. Nem, én minden poént tudok, csak nem akarom lelőni előre. Légy szíves, ismertesd a könyvet, meg ezzel kapcsolatos álláspontodat. Az az egész dolog, amiért tulajdonképpen most itt együtt ülünk, ez az autizmusnak a kérdése. Azt kell tudni az autizmusról, hogy az egy olyan
gyermekkorban fellépő, általában a diagnózist 3 és 5 éves kor között lehet felállítani, nagyon ritkán már másfél éves korban is, amiben a érintett személy magába fordul. Ez azt jelenti, hogy a szociális kontaktusokat elveszti, és teljesen magába fordul. Lehet, hogy bizonyos tereken, például matematikában nagyon jó adottságai vannak. Erre szeretném elmondani neked a kedvenc filmem, a Esőember nevű film, amiben a Dustin Hoffman játsza az autistát, aki egy kaszinóban ki tudja számolni, hogy milyen lapok jönnek, és egy óriási nyereséget. Tehát ezek az autista emberek és nagyon értékes emberek lehetnek, de sajnos szociálisan izolálva vannak. És ezek az autista embereket életük végéig valamilyen módon, egyiket kisebb mértékben, a másikat nagyobb mértékben, de támogatni kell. Hmm. És ezek általában a szülőknek a feladata, ami az egész család életére mély-mély befolyással van. Nagyon sok család megy tönkre, mert ezt a terhelést általában a mama végzi, és az apa otthagyja a családot, illetve otthagyja a gyereket, az autista gyereket az anyjával, és családok törnek szét. A diszkuszió és a vita 1998 óta van egyáltalán, hogy van-e köze az oltásoknak, az úgynevezett védőoltásoknak az autizmus kifejlődésével. És ez a könyv, amit az előbb említettél, ez a Dr. Andrew Wakefieldnek a könyve, ami ki leírja, hogy 2010-ben, amikor megjelent ez a könyv, 2010-ben leírja, hogy ő hogyan látta ezt az egész nagyon-nagyon diffamáló, tehát tönkretevő történetet, amit ő megélt, ami miatt el kellett hagynia Angliát. Talán annyit szeretnék mondani, hogy ez az Andrew Wakefield, ez gastroenterológus volt, és egy cikket jelentetett meg a Lancetben, az egy nagyon jó nevű orvosi és tudományos lap, mégpedig 1998-ban 13 kollégájával együtt. Mert az a gyanúja támadt, hogy az oltások, ebben az esetben a MMR oltás, ami a kanyaró, mumps és a rubeola ellen irányul, autizmust okozhat. Mégpedig nem egyenes úton, hanem egy kicsit hátulról mondva, mert először a gyermek egy úgynevezett bélbetegséget, gastroenteritisnek mondják a mi szaknyelvünkön, bélbetegséget kap, aminek aztán a következtében, legalábbis mi így látjuk, a bél és az agy tengelynek a következtében, erről esetleg később tudunk beszélni, autista lesz. Tehát megvizsgált 12 esetet, és ezt a 12 esetet leközölte, amiből aztán nagyon nagy felfordulás támadt, bírósági tárgyalások, stb. A végén a Wakefieldnek elvették a diplomáját, megtiltották, hogy mint orvos dolgozzon Nagy-Britániában, és ez a következménye, hogy ő aztán kivándorolt 2009-ben az USA-ba, és ez a könyve pedig 2010-ben jelent meg. Ennyi talán. Itt egy kis intermezzót akkor, hogy ennél az MMR oltásról akkor kezdtem hallani, amikor az édes pici lányomat most ilyen oltásra hívták, és előtte a védőnővel, ugye leülünk, minden hónapban jön, teázgatunk, kávézgatunk, nem csak a VNTV-t csináljuk itt fotó, hanem a FOTV nevezető dolgot, és ő vetette föl, hogy ő nem tudja mitől, de az elmúlt években egyre több autista gyerek van fotón, számokat is mondott, én most nem vagyok adekvát személy, hogy ezeket elmondjam itt, de azt mondja, hogy nagyon nehéz őket fölismerni, mert
mióta iPad meg laptop van, a gyerek, nem sok gyerek önmagába befelé fordul a számítástechnika világába, és a szülő akkor örül, amikor a gyerek nyugodtan otthon el van a sarokba, és nagyon nehezen lehet igazából diagnosztizálni, hogy ez most egy ilyen betegségről szól, de újból találkoztunk, és azt mondja, úristen, de még több. Amikor én mondtam, hogy esetleg az MMR oltással kapcsolatosan van ez a probléma, hát ő ezt nem tudja, de ő onnantól nem jött el hozzám ezt a műsort megcsinálni, nyilatkozni. Te vagy az első, aki ezt így ide rakja az arcunkba. Na most ugye nagyon sok szülő, és ez az adásainknak az eredménye, hogy megtalálnak különféle fórumokon, hogy akkor, hogy Rága Jakab úr, akkor maga ezt hogy oldja meg? Tudja, mert egyrészt ugye voltak itt a édesanyák, akiknek tönkrement az életük, a házasságuk, ahogy te mondtad, de a legnagyobb kincsük a gyerekük hosszú évek óta különféle betegségekben szenved. Újabb statisztikai adatokat szeretnék mondani. A terrorodásod az volt, hogy 100 000 emberből talán 168 autista van ma már, vagy kicsit több. Amerikai adatokat láttam, és ők 1 millióra mondják, hogy 68 000 van közöttük, és még 40 év, és a társadalom nagy része autista lesz. De most ezek a prognosztizációk csak akkor lehetnek igazak, ha valóban, gondolom ebben a könyvben is van erről valami részletesebb dolog, hogyha ez exponenciálisan, hogy oltják ezzel az újfajta MMR-rel, mert régen ezt külön oltották, nem egybe adták be ezt a három oltást, és talán most ebben a következő részben próbáljuk meg arra rávilegíteni, hogy tulajdonképpen ez a három egybe adott oltás az izomba és nem is az immunrendszert stimulálva miért tudja ezt a veszélyes faktort létrehozni. No. Kezdjük talán ott az egészet, hogy az újabb, legújabb statisztikák szerint, én az amerikai statisztikákat ismerem részletesen, 1970-es években 10 000 lakosból, illetve 10 000 gyerekből egy vagy kettő volt autista. Ez a szám, ez sajnos az 1990-es évek után exponenciálisan megy felfelé. Most már ott tartunk, hogy minden 42. gyerek autista Amerikában, sőt a sötétbőrűek, tehát az afroamerikai gyermekeknél egy a 25. Tehát 25 gyerekből egy autista van, ami tulajdonképpen nem más, mint egy több mint 200-szoros, ha azt lehet mondani, hogy 200-tól 400-as szoros emelkedése az autizmus számának. Nagyon nagy a gyanú arra, hogy ez a MMR, tehát ennek a kombinációs oltásnak a bevezetése után történt. Ezt 1991-ben vezették be Amerikába, és egy évre rá, azt hiszem, vagy abban az évben már Angliában is. Tehát ezt a három komponensű oltást 1991-ig. A magyar gyerekek ugyanezt kapják, nem? A magyar gyerekek ugyanezt kapják, de nálunk egy kicsit később kezdték, azt hiszem 93-ban. Uh-huh. Tehát addig és beadták a kanyaró elleni oltást, a mumps elleni oltást, és beadták a rubeola elleni oltást is, de egyesével, nem ebben a kombinációban. És amióta megfigyeltük, most már 1991 óta, hogy az autisták száma ezóta exponenciálisan... Magyarországon is. Mm. Nem régen hallottam a Magyar Tudományos Akadémián egy előadást, ahol az előadó professzorasszony arról számolt be, hogy 60 000 autista él pillanatnyilag Magyarországon, amit én szintén megkérdőjeleznék, mert azt gondolom, hogy többen élnek. Tehát nálunk is nagyon megemelkedett az autista gyermekeknek a száma. Ez nem csak egy társadalmi probléma, hanem egy ellátási probléma is. Először a szülőknek, később valószínűleg ez az államnak. Nagyon messzire vezet ez a gondolat, hogy ha megnézzük, hogy az államnak ez milyen költségterheket ró rá, de ennek ellenére én nem hiszem el egyébként az általad említett intézmény, és kiváló szakemberek ülnek, akik nem kapják meg ezeket az információkat, hogy azt sem akarom elhinni, hogy ezt tudatosan tennék meg a magyar népességgel, mert ez megint nagyon messzire vezetne, de viszont ha ezt a tendenciát követjük, és az exponenciális
karakterisztika elképzelésen igaz, akkor ez a 60 ezer exponenciálisan egy pár éven belül 180-250 ezer, és akár egy milliós nagyságrendet is elérheti, és az kezelhetetlen, kivonja az édesanyját a munkából, mindenből, ráadásul a felnőtt korban mit kezdesz ezek a gyerekekkel? Szeretném elmesélni neked azt a történetet, ami az oltás kritikusok körében közismert. Sajnos ez az oltás kritikus irodalmom úgy látszik az ANTS-ig még nem jutott el. Mert közismert például, hogy a Simpsonwood konferencia, ami 2000-ben volt Georgia államban, ahol összeültek a egészségügyért felelős amerikai professzorok, a gyermekgyógyászok, az oltásgyártók, a Merck, a GlaxoSmithKline és a Sanofi összeültek, voltak kb. 50-en, 60-an, és abban állapodtak meg, hogy ami ott ebben a konferencián kijön, az teljesen titoktartás alatt marad. Viszont sikerült aztán később a konferencia protokolljait megszerezni. A protokollokból egyértelműen kijött, hogy a Tom Verstraeten, ez egy a CDC-nek volt a chef epidemiológusa, a CDC az a Central of Disease Control, ez az amerikai hivatal, aki a fertőzéses betegségekért felelős. Tehát a CDC-nek a chef epidemiológusa azt az állítást, illetve azt mondta ki, hogy az általunk megvizsgált 124 ezer és 170 adat a gyerekekről, hogy van-e valami összefüggés az autizmus és az MMR-oltás között, az azt hozza ki, hogy igenis lenne. Tehát, hogyha legfelsőbb szinten elmerik ismerni. Hát elismerte ott ezen a konferencián, hogy ez lehetséges, sőt, ez így van. De ez 2000-ben volt, és 2003-ig vártak ennek a study-nak, ennek a tanulmánynak a leközlésével. Tehát 2003-ig a statisztikát úgy megváltoztatták bizonyos csoportoknak a kihagyásával, hogy a végén az jött ki, hogy nem látunk összefüggést az MMR-oltás és az autizmus között. Tehát ez egy szinte egy bebizonyított ténynek tűnik, hogy ezek a dolgok csalással kerültek ki, csalásképpen kerültek ki a közönséghez, a lakósághoz. Könyörgöm, ezek a neves professzorok, szakemberek mind asszisztálnak ehhez a bűntényhez, mert hogy ugye ez a gyógyszergyárak érdekeit szolgálják ki, ezek az orvosok, és azóta eltelt konkrétan 15 év, és szinte mindenki ezeknek az oltásait használja a világon. Most már az orosz testvérek kijelentették, hogy ők nem hajlandók továbbiakban, de ez egy tudatos vagy tudattalan népbutítás, illetve népírtás, hogyha ezt így kimerem jelenteni, mert ezeknek az autista gyerekeknek semmiféle életképesük nincsen, hogy bármiféle szituációban életben maradjanak. Életben maradnak, ellátás csak 100-ból körülbelül 5 lesz, aki aztán önálló lesz. Aha. Tehát 95 a 100-ból élete végéig, és ez lehet 50, 60, 70 év is, teljes támogatásra, ellátásra szorul. És akkor most itt egy kis szünetet hagynánk, kedves nézőnek, és a következő részben megmutatnánk azt a filmet, amit te átküldtél nekem egy másfél hónappal ezelőtt, hogy Amerikában 2015-ben milyen változás történt a kongresszus... 14-ben, bocsánat, ezzel kapcsolatosan. Én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, az oltás, védőoltás, bocsánat, hogy én is ezt a szót használom, kapcsolatos műsorunkat dr. Ébert Jenővel hamarosan folytatjuk. Önök VNTV-t láttak, korábbi adásainkat a www.vntv.hu vagy a YouTube megosztó portján láthatják. Viszontlátásra!